Sziasztok, Szanni vagyok a Sütik Birodalmáról. Ebben a videóban gyerekkorom egyik kedvenc süteményét, a katiszeletet fogjuk elkészíteni. A liszthez adjuk hozzá a sütőbort, a cukrot, majd morzsoljuk bele a vajat. Adjuk hozzá a tojássárgáját, a tejfölt, valamint az olajat, és kezdjük el összegyúrni, majd adagoljuk hozzá apránként a tejet. Ha szükséges, adjunk még hozzá. Osszuk 3 egyenlő részre a tésztát. Mind a három adagot nyújtsuk 30-40 cm-esre. Egyenként süssük előmelegített sütőben 180 fokon 15 perc alatt készre. Ha pirulna, akkor vegyük ki hamarabb a sütőből. Míg melegen az egyik lapot, morzsoljuk szét. Öntsük rá az olvasztott vajat, a kakóport, a cukrot, a vaníliás cukrot, a rumot, a tejet és a baracklekvárt, majd kavarjuk össze. A kihűlt alsó lapon oszlassuk el a krémet. A tojásfehérjét a cukorral vízgőz felett verjük addig, amíg az edény falától elválik a hab és darabos lesz. Majd a tészta tetejét kenjük meg a habbal és hagyjuk legalább egy éjszakát pihenni, hogy megpuhuljon. Remélem tetszett a videó. Hogyha elkészítitek, posztoljátok a képet a Facebookra feltöltött videó alá, valamint ha megosztjátok az Instagramon, ne felejtsetek el megjelölni rajta. A recept linkjét megtaláljátok a leírásban. Hamarosan találkozunk, addig is legyen sütiben gazdag napotok. Sziasztok! Itt vagytok mi, nézzétek meg a többi videómat is, például ezt a kettőt itt mellettem, valamint ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le a legfrissebbekről. Hamarosan találkozunk, addig is legyen sütiben gazdag napotok! Sziasztok!